Hogy éreztétek magatokat a színpadon? Nagyon jó, mert fura a koncert volt, mert a gitárosunk úgy kezdte, hogy otthon hagyta a gitárját Budapesten. Úgyhogy volt egy kis rohangálás koncert előtt, hogy szerezünk egy Fender Stratocaster gitár, de tanult barátom Urat Tila Bendegúz megoldotta ezt a problémát is. És ezen kívül jól éreztük magunkat, de sosem játszottunk még olyan koncerten, ahol a közönség a medencében állt. Már mindannyian hozzászoktuk, hogy a Kárpát medencében élünk, de ez egy különleges alkalom volt. És nagyon-nagyon kellemes és könnyed koncert volt, úgyhogy nekünk remek volt. Esetleg láthatunk-e benneteket fürdőzőként a Hungaroszpában a jövőben? Én már voltam itt egy késő őszi napon egyszer, 2-3 volt katonatársammal, és akkor végigültem itt 3-4 medencét, a nagyon forrót, a kevésbé forrót és a hűvöset, a sötét barna színűt, meg a normál színűt, meg a sárgás színűt, szóval voltam már itt. És nagyon kellemes helynek tartom ezt az egész fürdőkomplexumot, és hát remélem, hogy egyszer a családommal, a kislányaimmal is el tudok jönni, hogy csúzdázzanak egy nagyot. Várunk majd benneteket. Legközelebb hol láthatnak titeket a rajongók? A családomat ott vannak ebben, a zenekaromat pedig legközelebb a Magyar Dal napján, a szigeten, aztán megyünk játszani 60-ba, megyünk játszani azt hiszem pusztult lakára is, és sok felé, és aztán összejövünk majd Békésebára, hogy otthon. Milyen jövőbeni terveitek vannak a legközelebbiek? Most írunk egy-két új dalt még a Gringónak, és sokat szeretnék koncertezni, illetve hát nekem van egy X-Faktor című műsor, amiben sok munkám van, most is holnap hajnalban ott folytatom a napomat, ahogyha hazaértünk a turnébusszal ma éjszaka, és ezen kívül csináltam egy új kommunikációs céget, és azzal reggelzolva, úgyhogy nagyjából ennyi. Akkor én nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben. Köszönjük szépen! Mi köszönjük! Hello!